Köszöntöm a Sárvár Televízió nézőit, a pénteki Mozaik mai adásában ismét a sporté lesz a főszerep, méghozzá a kézilabdáé, ugyanis véget ért az NB2-es női kézilabda bajnokság északnyugati csoportja, ahol a harmadik helyen zárt a Sárvárfürdő Kinizsi, 15 győzelemmel, egy döntetlennel és 6 vereséggel. Köszöntöm stúdiumban mai két vendégemet, Csonka László szakosztályvezetőt és Rozmán Gergő vezetőedzőt. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Azt a televízió nézők is láthatták, legutóbb az utolsó hazai meccset közvetítettük mi is, ugye az nem sikerült sajnos, a Szese Győr nyerni tudott itt Sárváron. Láthatták a nyilatkozatodat is a meccs után, ahol ugye elmondtad, hogy hát voltak hozzáállásbeli gondok is, és hogy javulni kell ebben a jövőben, bár nyilván tét nélküli volt már az a meccs is, hiszen tudtuk, hogy a bronzérem megvan, illetve az árófoforduló is, ahol a Bükk ellen játszott a csapat. Már azért presztízs meccsre volt szó, hiszen szomszédvári rangadó, tehát azért mégiscsak volt tétje annak a meccsnek. Hát az eredményt látva sikerült rövid távon rendezni a sorokat. Kezdjük akkor ezzel, hiszen ez a legfrissebb. Milyen volt ez a Bükki meccs, hogy sikerült, mi döntött a javatokra? Hát ahogy mondod, teljesen más felfogásban tudtunk fölállni ehhez a mérkőzéshez. A játékosok is érezték, hogy elég nagyot hibáztak páran itt az utolsó hazai meccsen, és nem úgy sikerült a hazai közönségtől a búcsú, ahogy szerettük volna, és más hozzáállásban készültünk, előtte már a héten is, meg közvetlen mérkőzés előtti nap is volt edzés, ami javára vált a társaságnak, főleg a védekezésünk volt úgy gondolom kiemelkedő, és a kapus teljesítmény ezáltal, tehát a kettő az mindig kéz a kézben jár, és így sikerült egy olyan mérkőzés játszani, ami végül is az első negyed óra 20 perc volt szorosabb. Aztán ott egy kicsit el tudtunk lépni, de csak két góllal, tehát a fél idő is két gól volt. Főleg azért, mert én úgy számoltam, ilyen 5-6 kapufát biztos lőttünk az első fél időbe, tehát összesen 7 kihagyott helyzetünk volt, abból 5 kapufa, tehát ez lehetett volna szebb is. Úgy sikerült, és akkor a második fél idő elején ott pillanatok alatt lőttünk 3-4 indulásgólt, gyakorlatilag a Bükkiek a félpályáig visszaértek közepet kezdeni, és akkor ott igazából el is dőlt már a mérkőzés. Nem volt olyan a hangulat sem a csapatok között, mint ami szokott lenni, tehát ez a tipikusan az utolsó meccse volt mindenkinek, ne sérüljön meg senki, tehát nagyon vigyáztak egymásra a játékosok, úgyhogy és nekünk sikerült jól zárni így a bajnokságot. Így van, ahogy ugye a mesében is mondják, hogy minden jó, ha a vége jó. Összességében hogyan tudnád értékelni ezt a szezont, hogy sikerült a bronzérmet megszerezni? Legutóbb, amikor itt voltatok a stúdióban, téli szünetben, akkor már ugye felcsillant a reménye annak, hogy lehet esetleg ebből egy szép eredmény. Sikerült egy remek tavaszt produkálni a szép ősz után. Milyen volt összességében ez a szezon, Gergő? Hosszú. Összességében hosszú volt. Hullámzó. Tehát igazából végig minden egyes forduló után a harmadik helyen állt a társaság, tehát sem előre, sem hátra nem mozdult. Annak ellenére, hogy ugye ez a tavasz is olyan volt, mint az ősz a többi csapatnak, hogy azért vették el egymástól szépen a pontokat, és ugye mi a 15 pontunkra, amit ősszel összeszedtünk, 16-ot szereztünk, tehát azon kevés csapatok közé tartoztunk a bajnokságba, akik meg tudták egy kicsit fejelni pontszámban a teljesítményüket. Ugye ez általában úgy szokott lenni, hogy tavaszra a legtöbb csapat kevesebb pontot szerez. Pont azért, mert jobban fel tudnak egymásra készülni még ilyen szinten is a csapatok, másrészt meg bebecsúsznak olyan vereségek, amik esetleg nincsenek kalkulálva. Nekünk is volt két ilyen, ami gyakorlatilag most már ki lehet mondani, hogy a második helyébe került a társaságnak, mert kikaptunk két olyan csapattól, akik nem a mi közvetlen környezetünkben voltak, tehát a Celdömöktől és a Szese Győrtől, akik 8-9. Helyen fejezték be a bajnokságot, és ott azért volt, tehát nehéz volt az eleje, tehát azt kell, hogy mondjam, ez a márciusi időszak április elejéig ott azért nem volt olyan fenékig tejfel
a dolog, mint ahogy itt a végére kialakult ez a harmadik hely. Laci, mekkora szó ez a város életében, illetve az egyesület életében ez a bronzérem? Ugye, ha jól emlékszem, akkor 9 éve volt utoljára dobogón, 8 éve volt utoljára dobogón a csapat. Ezt egyébként ezzel válaszoltam volna, hogy tudni kell az előzményekhez, hogy 2010-ben, valamikor ugyanígy május közepe tájékán, akkor elvesztettünk egy bajnokságot, és így lett harmadik hely. Tehát akkor vesztettünk magunknak egy bronzérmet, most meg nyertünk magunknak egy bronzérmet, ez a különbség a kettő között. Az elmúlt 8 évben nem voltunk dobogón, 5. hely volt a legjobb ebben az időszakban, nagyon ránk érett már ez a dobogó. Tehát ezt most megnyertük, még akkor is, ha Gergőnek teljesen igaza van, tehát igazából az ezüst azért könnyen meg lehetett volna, egy győzelem kellett volna, vagy ott tudom, kettő inkább. Hát a kettő. Inkább a kettő kellett volna, de szép, tehát fontos csapatépítő bronzérem, én úgy gondolom. Remélem, hogy a támogatók, szponzorok, a közönségünk, aki szenzációs volt, azért azt tegyük hozzá, hogy ebben a szezonban összeérett egy olyan mag, akik vidékre is, most például Bükre is 30-40 ember ott volt velünk, és tényleg hazai pályát teremtettek Bükön, ami azért nagy szó, hogyha valaki tudja, hogy Bükön a kézilabda az milyen szinten volt az elmúlt években. Tehát mi voltunk ott. Bocs, hogy félbeszakítak, még valami kiírást is készítettek a csapatnak. Gyakorlatilag azt, amit igen, azt fogalmazták meg, amit mondtam az előbb, hogy nem mindig a legjobbak állnak, a legjobbak nem mindig a sor elején állnak. Igen. Tehát ez azt jelentette, hogy nekünk ez a bronzérem, ez most tulajdonképpen, főleg ha azt nézzük, amit a Gergővel ugye elmondtunk itt már decemberben, hogy tavaly augusztus közepén, ahol állt a csapat építése, ahhoz képest ez kiváló. Nem akarok itt okoskodni és okos Tóbiás szerepébe tetszeregni, de én akkor is megmondtam, hogy itt nagy csapat lesz, meg én tudom, hogy a Gergő, amikor először látta játszani edzésen Jenő Fikatit, akkor ő is egy picit azt mondta, hogy igen, ilyen játékos azért kevés van ezen a szinten. Tehát azért benn volt a levegőben ennél a keretnél az, hogy valamit dobunk, de azért az, hogy első éven úgy, hogy ahogy elmondtuk, hogy meccsről meccsre kovácsolódott össze a csapat, tehát ráment az első három meccsünk össze arra, hogy összekovácsolódjon, vagy legalábbis valamiféle módon összeérjen, meccsről meccsre kellett edzőmeccsek helyett tétmeccseken összeállni, tehát ahhoz képest ez nagyon szép teljesítmény. Most jön majd a neheze, mert nem szeretnénk, hogyha megint visszafelé mennénk. Most nem mondom el a statisztikát, hogy abban az időben így kezdtük, hogy 7., 5., 3., 5., 7., 9., tehát én most nem szeretném a sorrendet folytatni. Gergő, te még azért fiatalabb edzők közé tartozol, neked hova kerül ez a bronzérem? Hát, ha jól belegondolok, én az első évemben, amikor elkezdtem komolyabban edzősködni 5 évvel ezelőtt, akkor volt a Celdömölki csapattal egy ezüstérem. Akkor még úgymond ketten csináltuk a Salamoné Csótár Adrián kolléganőmmel a csapatot, és akkor egy nagyon, nagyon erős helyi játékosokból álló csapat volt Celdömölkön. A Szabó Hedviggel kiegészülve a kapuba, aki a 80-as évek derekán Győrbe volt, és CB válogatottnak volt stabil kapusa, tehát ővele kiegészülve volt egy nagyon jó mag, és ővelük sikerült egy második helyet elérni, és akkor utána ott nálunk is egy kicsit megindult visszafele a történet, tehát volt 4. hely, 5. hely, aztán az utolsó évben 7., amikor megérett a váltás arra, hogy én átkerülök ide. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép eredmény nekem is. Így az edzői pályafutásomban játékosként volt 3. helyen, 2. is bőven ezekben a bajnokságokban. Ott is sajnos az arany nem jött össze. Úgyhogy ez egy szép eredmény mindenképpen. Bocs, annyit tegyünk hozzá, azért a Gergő munkáját is minősítve, hogy ez egy erős bajnokság volt. Tehát tulajdonképpen az első 5-6 helyzet az ott pont 1-2 pont döntött csak. Tehát ez nem olyan volt, hogy most kiemelkedett egy vagy két csapat a bajnokságból, hanem itt igenis elég erős mezőny volt, legalábbis a mezőny első fele az erős volt. Mi meg, ahogy a Gergő is fogalmazott, igazából tulajdonképpen tavasszal az egy bajnok mosonszolnokon kívül mindenkit megvertünk, aki ott a környéken volt. Igen. Igen, ezért sikerült igazából a 3. helyet megszerezni, mert valahogyan mindig jól pattant az a labda, vagy jól csináltuk, amit csináltunk, tehát azért ebben volt jó adag szerencse, hogy a körülöttünk lévő csapatokat megvertük.
tettünk is érte, de azért tényleg voltak nagyon, nagyon mázlis megmozdulások. Itt a Nemes-Vámosi utolsó 10 perc, amikor mínusz 7 gólról tényleg ott valami varázsütésre kattant be mindenkinek, nekem is a kispadon és a játékosoknak is, hogy most egy életem, egy halálom, húztunk egy taktikát, az jól elsült, de abban benne volt az, hogy az ellenfél jó játékosát kikapcsoltuk. A másik olyan szerencsétlenül esett, hogy az új szabály miatt három támadásra nem lehetett a pályán, és ott visszajöttünk pillanatok alatt döntetlenbe, és egy ilyen hektikus meccsen meg jól ment a végén a labda. Nyertünk, 2 pont hozzánk került, az nagyon értékes volt. Akkor a Győr ellen szintén hazai pályán, ott mondjuk egy nagyon magabiztos játékot játszottunk úgy, hogy a kezdő kapusunkra, sőt, hát úgymond a második számú kapusunkra sem számíthattunk, tehát az ifjúsági csapatnak a kapusa, a Bokor Barbara védett gyakorlatilag végig, és a többiek olyan védekezést produkáltak előtte, hogy ez egy sima mérkőzés volt. És ugye Veszprémbe tudtunk még nyerni nagyon nehezen, 2 góllal, úgyhogy az is egy olyan mérkőzés volt, hogy 6 góllal is vezettünk, aztán majdnem elfogytunk a végére. Ott is azért voltak létszámbeli problémáink, ami gyakorlatilag elmondható az egész tavaszra, hogy én ma gondoltam át, hogy egyik mérkőzésen sem állt rendelkezésemre a teljes keret. Ami 11 meccsből nézve nem egy szerencsés szituáció, tehát egy hiányzó mindig volt, úgyhogy jól jöttünk ki ezekből a dolgokból szerencsére. Hát akkor ennyit arról, hogy most kinek van szerencséje. Tehát olyan szempontból meg nem volt szerencsét, hogy nem tudták kétszer egymás után ugyanazzal a kerettel dolgozni. Mi volt szerinted, ha valaki megkérdezi, külsős laikus, aki mondjuk még nem látta a csapatot játszani, mi volt a legnagyobb ereje ennek a csapatnak? Mondjuk, ha ránéz a tabellára, azt láthatja, hogy a Bükk után a második legkevesebb gólt azt ti kaptátok, így tehát van. Akkor a védekezés az valószínűleg a helyén volt. Igen, és a Bükk is 3 góllal kapott kevesebbet nálunk, tehát most azt mondom, az utolsó meccsen abból a 10 kapufából, amit lőttünk, 3 befele pattanik, akkor mi kapjuk a legkevesebb gólt, és ők a másodikak ilyen szempontból. Igen, a védekezésünk az rendben volt, és szerencsére ebbe a bajnokságba nem kell olyan nagyon-nagyon sokat gyakorolni védekezésbe, hogyha rutinos játékosok vannak, mert az hamar összeáll a védekezés. Tehát ott igazából egyszerűen mindenkinek számolni kell az embert, segíteni a társának. Tehát az egy nagyon jó működő gépezet volt hátul a kapus teljesítménnyel kiegészülve, bár hozzáteszem, azért tavasszal abban azért egy kicsit gyengébbek voltunk, mint össze. Hát itt voltak betegségek, munkahelyi elfoglaltságok, úgyhogy ott sem tudtam mindig megfelelően számítani az emberekre. Úgyhogy főleg a védekezés, a támadó játékunk meg olyan volt, amilyen. Tehát abban nagyon sokszor tudtunk gyors gólokat lőni, tehát az azért erénye volt a csapatnak, és azért felállt-fal ellen fegyelmezett játékot produkáltunk azokon a meccseken, amiket megnyertünk, amiket pedig nem, ott pedig megvoltak a problémák. Most nem tudom, hogy erre majd melyik ötök válaszol, majd eldöntitek. Ugye ilyenkor, hogy vége a szezonnak, mindig adódik a kérdés. Terveztek-e, illetve várható-e változás a keretbe? Nyilván azt szokták mondani, hogy győztes csapaton ne változtass, de lehetnek ennek akár kényszerű okai. Szóval igazolni szeretnétek-e, várható-e távozó? Vas megyében, az utóbbi 2 hétben, 3 hétben nem felpezsdült már a bajnokság vége előtt a játékos piac, különböző okoknál fogva. Tudjuk a két szombathelyi csapatnak a sorsát, tehát ott is alakulnak a dolgok, még nem tudjuk, hogy hogyan, de ott is próbálkoznak. Nyílt titok most már szerintem, hogy itt a megyén belül a Bükk is szeretne beleerősíteni, így aztán nekünk is már nem ülhetünk a babérjainkon, és ezt tavaly megfogadtuk, hogy még egyszer olyat nem csinálunk, hanem megpróbáljuk bajnokság vége után rövidesen lezárni a mozgást. Egyet tudok mondani, hogy lesz játékos keretben változás, minimális változást szeretnénk, de nem csak rajtunk múlik. Tehát egyelőre azt hiszem ennyit elég, hogy ennyit mondunk. Vannak tárgyalások, vannak már gyakorlatilag szóbeli megállapodás is van majdnem megállapodás is. Egy-két ember távozhat, és egy-két ember érkezhet.
De terveitek szerint a meghatározó, most nyilván név nélkül senkit nem megbántva, tehát a meghatározó játékosokra továbbra is számítotok, vagy jó esély van talán szerintem akkor mi arra, tudjuk, hogy igen. Igen. Mi úgy tudjuk, hogy és arról egyébként mit tudtak már egy fél mondattal, amit tette is például a Bükköt, hogy a következő évben a mezőny erősségét tekintve. Most nekem olyan információim vannak, aztán kijavítatok, hogyha nem igaz, hogy feljutó ebből az osztályból nincs, tehát én úgy tudom, hogy sem a Nemesvámos, sem a Mosonszolnok nem megy föl, illetve nyilván ti sem. Hát nem biztos, még a Gergő meg lehet, hogy úgy dönt, hogy mi azért mondom, hogy cáfoljatok meg. Nem cáfolunk meg. Tehát azért velük jövőre is lehet számolni, gondolom én, hogy gyengülni nem fognak. Ti mit tudtak riválisokról? Azért ott van még egy Veszprém, ott van a Győr. Nyilván nagy kérdés mindig, hogy ezeknek a magasabb osztályban lévő csapatoknak a serdülő vagy fiatalabb korú csapatai egyáltalán indulnak-e, illetve milyen kerettel, de ők is ott vannak azért a középmezőnyben. Hát én annyit tudok biztosra, hogy a Moson-Magyaróvár, aki megnyerte az NB1-t és fölmegy NB1-be, az ő utánpótlás csapatuk, a 15-16 éveseknek a korosztálya, ők gyakorlatilag csont nélkül megnyerték a Győr megyei bajnokságot, tehát ők biztos, hogy csatlakoznak a mezőnyhöz. Azt hallani, hogy a VKLS-e, aki egy győzelmet tudott összehozni az NB1B nyugati osztályában, ők visszaesnek hozzánk, nagyon sok fiatal játékos volt náluk kölcsönbe, tehát gyakorlatilag 3-4 rutinosabb játékossal játszották az évet, és több nagyon fiatallal, úgyhogy rájuk is számítunk, és igen, az, amit elmondtál, hogy itt az első 5 helyezett csapat, én úgy gondolom, hogy még pluszba jön, plusz jön ugye a Bükk, aki most szerintem 8 vagy 9. helyen végzett, azt hiszem 8. lett, tehát itt a Mátés István kollégám, én amióta úgy tudom, ő Bükkön most azt hiszem 10 évet lehúzott, vagy 11-et, ilyen eredménye még nem volt, de most megerősítik a társaságot, úgyhogy ők is biztos ott lesznek. Úgyhogy ha azt mondta Laci, hogy ez egy erős bajnokság volt az idei, akkor a következő az úgy gondolom, hogy még erősebb lesz, tehát benne van a pakliba, hogy 8 csapat fog menni az elejébe, és itt a hazai meccseknek a megnyerése is fontos lesz, tehát az, hogy ez még jobban, ugye mi edzők egymás között úgy szoktunk beszélgetni, hogyha nyered az idegenbelit, az úgymond egy kicsit szorzóba, úgy jobb, mert már veszed, tehát ez bónusz majd, hogy nem duplán számít, még ha csak ugyanúgy 2 pontot adnak érte, de most a hazai meccseknek még nagyobb jelentősége lesz, és hát nyilván az idegenbelinek is. Tehát jövőre én úgy gondolom, hogyha nekünk komoly céljaink lesznek, hogy megtartsuk ezt a pozíciót, akkor nagyon sok melót bele kell tenni, mind nekem, mind a játékosoknak, és közösen kell megoldani azokat a problémákat, amik felmerültek most tavasszal, mert anélkül nem fogunk tudni eredményt elérni, és az sem a városnak, sem a szponzoroknak nem jó, akik a csapat mellett állnak, meg a szurkolóknak sem, mert rossz kedvel fognak hazamenni, és nem biztos, hogy legközelebb kijönnek, hogyha olyat látnak a csapattól, ami nem tetszik, úgyhogy a következő szezon az szerintem az a brutális kategória lesz. Hát igen, és ilyen szempontból kiszúrtatok idézőjelben magatokkal, hiszen most akkor a léc magasan van, és ha már szurkolókat mondtad, nyilván nekik is megjött az étvágyuk. Tehát akkor megcéloztatjátok jövőre is az élmezőnyt, a dobogót esetleg részetekről? Most látatlanban beszélünk, nyilván nem ismerjük a... Az az igazság, hogy még hozzáfűznék a Gergő által elmondottakhoz. Például nem tudjuk, hogy hány csapat esik ki, a kiírás szerint 4. Olyan még nem volt az elmúlt 20 évben, hogy 4 csapat kiesett volna az MB2-ből. Most még ez is megtörténhet, mert én úgy hallottam közben, hogy a Veszprém megyei bajnok a Pápa is szeretné vállalni, tehát onnan is lesz följutó. Sőt, én most az zalaegerszegi kézilabdához közel álló ismerőseimtől hallottam, hogy ott, akik megnyerték a Góna talán, még azok is gondolkodtak az MB2-n. Fölbuzdulva az zalaegerszeg, másik zalaegerszegi csapaton, akik elvállalták tavaly, igaz, hogy ők most kiesnek valószínűleg. Tehát egyszerűen nem lehet megmondani még most, hogy kik fogják alkotni a MB2-es mezőnyt. Egy biztos, hogy nem lesz több csapat, mint 12, mert ugye közben azt is mondták, hogy esetleg csoportokat vonnak össze, és akkor 14 fős, tehát 12-nél több nem lesz. Hogy kik alkotják, azt nem tudjuk, egyet tudunk, és ennek örülünk, hogy mi ott leszünk.
Úgyhogy tehát attól is függ. A legfontosabb. Ezzel indultunk tavaly ősszel, hogy benn kell maradni, tehát csak azért mondom, tehát azt messze-messze teljesítettük. A másik az, hogy az előbbi kérdésből még kiindulva, tehát még azt sem tudjuk, hogy a mi csapatunkban tényleg tehát lesz egy-két változás, de hogy pontosan milyen változás lesz, ki jön, ki nem, a sérültek mondjuk a Hegyi Dóri, milyen állapotban lesz, tudja vállalni, tehát nagyon-nagyon sok még a kérdőjel itt most május közepén, most még annak örülünk, hogy Donz érem megvan. Így van, most fújták le a bükkmeccset. Izgalmas lesz tehát ez a holt szezon. Azt tudjátok-e már, hogy nagyjából mikor kezdődik a felkészülés, illetve milyen munkát tervezel ilyenkor nyáron, azért ez egy hosszabb állás lesz most, és hát lehet majd alapozni a szezon előtt. Hát én úgy szoktam általában 6 és 8 hét közötti munkát szoktam beosztani. Ez mindig attól függ, hogy mikor kezdődik a bajnokság. Most általában az a tendencia most már évek óta, hogy ez a szeptember harmadik hétvégére szokott esni a bajnokság eleje. Tehát ez a július 30-ai, úgy kezdődik a hét, azt hiszem július 30-ával, tehát ott augusztus 1, ott azért már el kell kezdeni a munkát. Gyakorlatilag az első hét úgyis arról szól, hogy egy kicsit összeszokjon újra a társaság, hogy ilyenkor azért szanaszélednek a játékosok, ilyen csúnyán kifejezve, és mindenki megy a maga dolga után, akár dolgozni a diákok, nem biztos, hogy annyit fognak mozogni, mint bajnoki szezonban, tehát az első hét az mindig egy kicsit ez a rázódjunk vissza, de az is munkával telik, tehát az azért a fájós visszarázódás, mert valaki lehet elfelejt mozogni, de nem gondolnám, hogy most ez lesz, és szerintem azért fognak mozogni, ha jó idő lesz, akkor meg pláne, úgyhogy ott az első két-három hét lesz kemény, aztán amint mehetünk be az iskolába, akkor meg már csináljuk a labdás dolgokat, és hát még a munka minőségét, vagyis hát nem a minőségét, hanem a miértjét még az is majd megadja, hogy ugye milyen játékos keret lesz. Tehát, hogyha sok játékost kell beépíteni, akkor azért időbe be kell mennünk a csarnokba, hogy az összeérjen, meg azért rengeteg mérkőzés kell játszani, mire megkezdődik a bajnokság, és akkor már jön a rizikófaktor a sérülésekre, mint ahogy tavaly is a Hegyi Dórit egy felkészülési mérkőzés utolsó percében gyakorlatilag már majdnem ott totyorogtunk a bajnokság kezdetében, ott vesztettük el egy évre, úgyhogy onnantól fogva megint jön a formába hozás. És lesz a Gergőnek azért, mert most mondom, bár ő tudja a feladata a következő évre, és pont ez a edzés munkában is, hogy azért van 3-4 olyan ifjúsági korú játékos, akik közül már az idén is kaptak ki több, ki kevesebb lehetőséget, és ki jobban élt, ki kevésbé élt vele. Tehát azért a jövő évben őket, önnekik több lehetőséget kell adni. És hogyha már az ifistákról beszéltünk, akkor azért a felnőtt csapatnak sincs vége, mert június végén, utolsó hétvégén, azt hiszem akkor egy strandkézi labdával jövünk még a Sárvárfürdőn. Előtte héten Bükön van egy megyei strandkézilabda torna, ami értesítettek bennünket, hogy ott is részt kellene valahogy venni, tehát a teljes leállás nem lesz, itt szépen lassan kocogunk ki majd júliusra. Az ifjúsági csapat szinte, a jövő évi ifjúsági csapatnak szinte 80%-a, valamint további utánpótlás korúak 35-en Balatonlellén lesznek egy Bogláron egész pontosan, egy 4 napos edzőtáborban június végén, tehát igazából ami leállás az a július. Tehát előtte még szépen kitotyogunk, augusztusban már beletotyogunk, tehát, és akkor még két mondat, hogy a felnőtt csapat mellett a junior ifjúsági csapat is tavaszra egész jó teljesítményt mutatott, mert megnéztem, tavasszal szerintem 4 győztes meccsük és 1 döntetlenjük volt, és ezzel 3 csapatot maguk mögé utasítottak úgy, hogy a mi korosztályunk, tehát a mi csapatunk az 13-14 évesekből áll, tehát jóval fiatalabbak, mint a többi ifi csapat, és rajtuk kívül még további 4 utánpótlás csapat, 13-11, 10 és 7-esek is hétről hétre játszottak, tehát ők is, van, aki még fog is játszani, tehát ők is dolgoznak, is dolgoztak. Rájuk is ugyanígy büszkék lehetünk, és természetesen majd a későbbiek során is beszámolunk róluk, és majd tévében és rádióban is.
Laci, Gergő, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Akkor most jó pihenést. Egy mondatot, ha engedjél meg, csak egy mondatot, mert akkor mindig így szoktuk befejezni, hogy nagyon szépen köszönjük a bennünk bízó és minket támogató, elsősorban az önkormányzatnak, másodszorban, harmadszorban egymás mellett a támogatóknak, szponzoroknak és még egyszer annak a kemény magnak, aki jött a meccsekre, és volt, amikor több százan voltak, volt, amikor 30-40 ember kísérte bennünket, és nélkülük ez nem jöhetett volna létre, ez a bronzérem. A tortából bocsánat, egy bizonyos szelet a szövék, és így van. Szóval most jó pihenést, fújjatok egyet, elég hosszú volt a szezon, ahogy ezt már mondta Gergő is, aztán pedig sok sikert a felkészülésre, és aztán majd úgyis találkozunk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a pénteki mozaik mai adásában a Sárvárfürdő-Kinizsi kézilabda csapatával foglalkoztunk. Viszontlátásra, viszonthallásra.